Próba, mikrofon próba. Na, üdvözlöm a kedves nézőket, ha már vannak. Egy régi, egy tényleg régi doszos játékkal fogok most játszani, az Alaiket 1984-ből. Tehát ér, hogy működik. Úgy látom, már van stream. Ja, csak jó szar, de legalább van. Egy tényleg régi doszos. Jó, és úgy látom, hang is van. Vagyis hát hallom. Na, akkor nézzük csak. Hát, szerintem akkor ne is. Sok a duma, inkább játszunk, azt mondja, hogy... Ja, ez egy javítom. Na, itt látszik. IBM és 1984. Én úgy tudom, hogy valami unatkozó IBM-es szoftverfejlesztő csinálta így hobbiból, de... Még az első XT-s gépekre. Tehát látszik, és ugye ez még CGI a grafika, az ugye látszik, de majd... Csak közben ugye most... Hát... Na igen, kapunk egy ilyen kis alap leírást, hogy mit kell benne csinálni. Ugye kontroller lisztat. Egyébként még kilépni nem lehet belőle, tehát olyan kombináció nincs, amivel ki is tudsz lépni. Tehát ez annó is csak kontrollerrel lehetett kilépni, de játszunk. Tehát én még azon a macskával, és akkor be kell menni az ablakokba, és ott vannak a küldetések. Ha sikerülne. Meg néha elszalad, itt alul egy kutya. Aha. Legalább sikerült egy szét elkapni, egy egeret, az is valami. Igen, na itt van. És akkor most itt az akváriumba kéne vagy beleugrani. Igen. És akkor a halakat összeszedni. Ez ilyen kis mellékküldetés. Sikerül az összes halat összeszedni, anélkül, hogy ezekhez a villogó vonalakhoz hozzáérnénk, akkor sikerült csinálni a küldetés, és akkor kapjuk a bónuszt. Van egy bónuszpálya. Ja, és akkor így színeződik el a macska, az azt jelenti, hogy fogy a levegője. Oké. Levegő. És akkor van három. Ezeket a vonalakat el kell kerülni. Oké. Na, meg, ojjajaj. Hát csak egy van. Ja, igen, tehát CGI a grafika az eleve így működik, hogy csak ez a lila meg ez szín volt benne. Ez a világos kék meg a lila. És valami ott volt gyenge felbontása volt, aki még látott élőben CGI, amit az emlékeztet rá. Mint a régi újságok, ilyen pontokból összetek, oppá. Igen, ez amikor elbasztuk. Meg néha elszalít itt egy kutya, mint most. És ha kibukik a macska a kukából, akkor az lelök. Igen, és ennek három életet van így egyszerre. Ez a másik, hogy itt a sajtból az egereket kell levenni. El kell kapni az egereket, jó, oké, még egy megvan. Igen, és akkor ez az, amikor megvan. És ebben, hogyha sikerül oda beugorni, igen, az a bónusz. Főként ne oda jutni valahogy. Igen, na ez az. Elkaptuk a nőstény macskát, hoppá. Itt már kutya is van. Nem,
vadat nézni egy macska szimulátor. Ezeket egereket kell elkapni, és ameddig van lábnyom, addig ugye lábnyomokat hagyunk, addig a seppő nem foglalkozik velünk. Egyébként a seppő ez... Nem halsz meg tőle, csak mégis. De több fajta ilyen pálya van. Tehát az egyik az, amikor a halból, az akváriumban köszönni halakat. De olyan is van például, amikor a kutyák elől kell elzabálni a kaját. Teljesen véletlen összehez, hogy mikor melyiket adja be. Fel kell venni az ajándékot, és el kell vinni a nősténynek. És ezek a macskák mindig lelöknek. Néha egyébként a szívek is elborulnak. Igen, azonkor elbaszod. Igen, ilyen is van. Hát igazából csak pontot nem kapsz életet, de legalább életet nem vesz le. Itt még nem tudom, mit kell csinálni. Így jött a kutya, tehát hogy a kutya elkap, az nem egészséges. Jön a kutya. Na, igen, az, amikor elkap a kutya. Vagy szép macska vagy, te Sanyi, ugye? Ismeritek, ugye? Oda van, hogy felkinek be, mi ez az? Igen, ez a... halakat szedjük össze az akváriumból. Most legalább összehettem a legalsót, ami a legnehezebb. Most esetleg ezeket a kis maszkokat kell elkerülni. Nem tudom, ezek van bizony, hogy ilyen elektromos rája, nem tudom, mi lehet ez, ami... Ha hozzáérsz, akkor megbassz az áram. Gyere. Jó, megvan. Jó, csak közben mindjárt megfullad a macsekunk. Megvagy. Ez az. Ja, ugye elvileg gyűjtél a pontokat. Tök egyenes lépcsőn van fölfele, ez az. Megvan a lövő. Sikerült. Aha, ja igen, ez a másik. Le kell lökni azt a kalitkát, és akkor kiszabadul belőle a kanálion, amit el kell kapni. Jó, tehát... Most már csak el kéne kapni a kanálit. Megvan. És mindjárt jön a kutya. Nagyon sikerült. Gyere már közelebb a kurva anyádat. Na gyere. Meg vagy. Még amúgy a seppő is nekem dolgozik, hogyha pont úgy dob, hogy elkapom. Gyere. Ja, szia Zoli, látom itt vagy. Hát ez most nagyon nem megy. Az előbb sikerült elkapni. Ilyenek, hogyha kibasz az ablakon a seppő, akkor vége a pályának. Megvan. Csak leestem. Oké. Okay. Jaj. Az meg! Elkapott a kutya. Ja nem bukom a bónuszpályát, még elkaphatom azért.
vízmacskát. Csak az ajándék nélkül meg hiába megyek fel hozzá. Ezért jár még pont, hogyha a tiackot az egedeket elkapkodod. Nem olyan egyszerű azért így mindig fölmenni. Az ablakon majd dobálnak is ki dolgokat, és hogyha az eltalál, ugye látod, hogy bekült ki egy telefon. Meg nem írt, hogy elkapja a szállítókötelet. Meg néha el is talál. Még most is. Fejbe kultak egy telefonnal. Meg néha lelök az egér. Na, aztán majd csak kitaláltam, hogy mutatok majd még egy CGI-s játékot, csak hogy ugye lássad millió szóra grafikájókat, mert van még egy, ami hirtelen eszembe jutott, hogy az jó, legalább a kutya nem kapott el. Egyébként ott valahol gyűjti a pontokat is, mert ezt pontra lehetett régen játszani, hogy volt benne egy ilyen, végén kiírta, hogy hány pontot jöttél el. Valami falfiókba szerintem a pontokat mutatja, de most hirtelen nem tudom melyik az. Szerintem az, lehet, hogy 82-56 mannyit írt ki az előbb. Aha, igen, az ott megy fel, aztán így. Nem menti el meg semmi, csak ugye, hogyha felírod magadnak, akkor így lehet, hogy... Nem tudom, mert még mindig vigyazgat pályákat adja be. Pedig van több, nem emlékszem rá. Van ilyen, mikor csomó kutya van benne, és akkor ugye azért a tájukból kell lenni, hogy ne ébreszd őket föl. Még mindig úgy bedobja ki. Hát igen, ez a... Itt is van kutya! Most már van. Hát így nem volt kutya. Teljesen illetve messze, igen, mikor melyik ablak nyílik ki, és hogy kidobnak-e onnan valamit. Már megint ez a izés. Ezt már unom. Igen. Ahhoz nem szabad hozzáérni. Most legalább a sajtos. Oké. Meg vagy. Oké, a harmadik is megvan, akkor még egyet kell. Legalább oda dobjál, hát az. Menjen nem. Ja igen, mert ilyen változtak a szívek is, hogy hova ugorlasz és hova nem. Nem egyszerű. Gyere, ez az. De már megint ezt adod be? Unnak már. Adjunk munkát a sepülőnek is egy kicsit, hogy
De ne velem foglalkozzon. Ez az. 33, oké. De a legjobb helyen dobta ki azt a szart, tényleg. Most a könyves polzlik, mit kell csinálni? Ja, hogy azokat a vázákat kell leverni. Aha. Most már legalább tudom. Kutya, itt is kutya, 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 kutya! Na jó, még egyet játszunk, aztán utána már elegem van ebből. Főleg, hogyha mindig ugyanazokat a pályákat adja be. Yes. Most ez a három meg lesz. Azért le tudok menni, de tudok? Nem tudok. Van némileg amúgy a billentyűzetben is. Nem mindig pontosan reagál. Ja, lehet, hogyha egyszer sikerül egy pályát megcsinálni, akkor a következőnek nehezítésként az, hogy van kutya. Csak akkor van megcsinálva szerintem, hogyha fel is jutok a tetejére, mint mondjuk most. Legalább vissza nem fordul a dolog, kutya, vagy mégis, néha vissza is fordul. Igen, akkor ez már nehezített pálya, ahol bizony vissza is fordul a kutya, na jó. Igen, még mondom, kilépni nem lehet. Tehát fogjuk, bezárjuk a DOSBox-ot, és megnyitjuk újra. Másképp nem megy. Mindjárt mutatom nektek, hogy most mivel fogok játszani, ez egy másik régi játék, ez a Sokoban. Szintén ilyen jó kis grafikája van neki. Hát ez már... Melyik kell? SKB. Jó, indítsuk el azzal. Célja. Keyboard. Az a mézé, tehát itt egy ilyen raktárvas fiúval játszunk, be kell menni itt a raktárba. Ja, hát ezt teszem, hogy hol. Ha írtok valamit, akkor azt lássam itt hagyom ablakba a YouTube-ot. Na, hogy is kell, azt hiszem Enter-t kell nyomni, igen. Tehát akkor már akkor igen, akkor ide kell jönni, Enter. És mindjárt mondom, hogy ja, akkor játszunk ezzel single, igen. Na itt a lényeg az, hogy a dobozokat kell betolni oda a helyükre, ott mutatja az a kis izé. És csak annyi nehezítés van benne, hogy csak tolni lehet a dobozokat, húzni nem. Még ez már mindjárt nem is lesz jó. Szerintem, aha, mert nem tudsz oda bemenni. Mivel jár? Vagyis de? Itt az a... Igen, az egyik már benn van, tehát itt... Ezt úgy kell csinálni, ezt megcsinálták azóta már a Flash játékban is többször. Ugye egyszerűbb is, de az a lényeg, hogy... dobozokat így csak tolni lehet. Visszahúzni nem lehet. Ez egy jó kis logikai játék, hát melyik én már régebben sem sokat játszottam vele, mert mindig meguntam. Ez a láda tologatós.
mindegyiknek itt kell lenni a helyén. Ah, és ott már is van bassza, mert ugye ezt már, ezt nem tudom, egyszerre kettőt nem tud tolni, csak, mindig csak egyet tud. Tehát ezt már előtte is basztuk, és akkor azt mondom, hogy F1, akkor visszaáll az eredetire. Hát igen, tehát itt az a lényeg mindig, hogy, mondjam, hogy csak tolni szabad, húzni nem. Ezt viszont muszáj erre megtolni, mert különben nem tudsz megindulni. Ha és betolod a sarokba, akkor megint bukta. És ha ezt betolod... Ja nem, mert hogyha még... Mert ezt még be lehet tolni oda. Aztán valahogy így úgy kell majd, hogy akkor... Ezt még be tudod tolni. Mindegy, hát egyik pályát megcsinálom, aztán utána abba is hagyom, mert ez már nem... Mondom, régebben sem szerettem ezt a játékot, úgyhogy most sem fogok vele sokat játszani, csak megmutatom. És ráadásul van benne valami 100 akárhány pálya. Én még embert nem látok, aki ott megcsinálta. Még annyi van benne, hogy U betűvel az utolsó mozdulatot vissza lehet vonni, tehát hogyha véletlenül baszod el, akkor az még segíthet, ha azonnal észreveszed. De ennyi. Más könnyebbség nincsen, menteni sem lehet benne, meg semmi, tehát ez... Ez ilyen szivatós, idegesítős játék. Hát majd... Meg fogom majd mutatni. Most így megcsinálom szerintem, így megvan, akkor ezeket így betolni. Hát majd ott lesz izgalmas ott a vége fele már. Hogy azokat vonaszkod a labirintusokon, hogy hozott ki. De legyünk túl ezeken. És akkor először ezt a hármat betoljuk, és akkor lesz helyünk. Mindegy, ha megint elbaszom, akkor nem kezdem már újra, mert már most tudom, de higgyétek el, hogy meg lehet csinálni. Tehát első pályát biztos meg lehet csinálni. Igen, és ugye mondom, hogy se húzni vissza nem tudja a ládákat, se... Ugye egyszerre kettőt nem tud. Tehát ez tényleg ilyen logisztika, hogy mindig csak egyet, tehát akkor most akkor jön ez. Meg még azt a kettőt onnan el tudjuk vinni. És így már a fele megvan. Oké, kettő. Ezt a kettőt még így vissza... Ja, majd még azt már nem lehet, mert akkor már vissza kell tolni. És hogyha azt oda betolod, akkor igen, ott a vége. Igen, ezt írják szívásnak, de ezt mondjuk így, igen. És így már mögé tudsz menni. De betoltad volna oda a sarokba, akkor vége van. Vagy ha neki tolod ott a falnak. Ez is bemegy oda a sarokba, ott a vége, de ezt így még lehet. Ezt így még lehet. Igen, oda néz, befele. Oda be. És ezt az egyet még be tudjuk tolni. Viszont amaz már nem, mert hogyha oda... Igen, tehát hogy oda betolom, akkor ott a vége. Először ezt kell innen kihozni. Mondom, van itt benne szívás, nem olyan egyszerű ez, mint hogy elsőnek látszik. Szerintem ezt a kettőt most már ki lehet hozni. Így. Oké. Jó. És ha azt ki lehetett, akkor ezt is ki lehet ugyanazzal a rendülettel. Igen, itt is vigyázni kell neki tolod a falnak, vége. Kezdheted elődön. De most már aztán elhiszitek, hogy meg lehet csinálni.
még azt a hármat kéne valahogy. Igen, és szerintem ezt is csak így lehet, hogy előbb ide betolod. Igen. És így már mögé tudok menni. Meg tudom kerülni ismét. Azt ott fel. Jó, gyere. Igen. És akkor már csak az a kettő van. Jó, innen már meg lesz. Oké. Na csak hogy lássátok, hogy meg lehet csinálni, azt mondom, hogy... De ezek a játék, amiből ki lehet lépni. És ennyi, és akkor itt van. Kész van, megvan. Második fája, az meg ugye már szivatósabb. Így. Hát így kell kezdeni, az már biztos. És valószínűleg először mindig a szélére kell betolni. Hát innen azt nem tudom, hogy mit lehet csinálni. Hát ugye, ha azt betolod, akkor megint megszívtad. Ha azt meg tolod, megint megszívtad. Hát itt is valahogy körbe kell menni. De mindegy, hát ezt most már nem csináljuk, már most tudom. Melyik azt mondom, az elvehetőt tudok lemenni, igen. És akkor itt ki is lépünk. Hát csak meg akartam mutatni, hogy ilyen szalagrafikájú játék is van, de most mivel van még időm, szerintem játszhatunk még. Ja. Egy néző van, de azt szerintem én vagyok, úgyhogy semmi probléma. Majd később nézi, de hát nem tudom, mivel játszunk. Van-e mert ez szolka, ez is. Nem tudom melyik verzióban van neki, mert az éneklős. Na, nézzük csak meg. Ja, nem az éneklős van, mert itt van egy olyan verzió, ahol itt még mondom, hogy dalt is énekel. Működik az egyáltalán? Hát lehet, hogy nem megy. Van, mert melyikkel kell ezzel játszani. Ja, megvan. Itt is az a lényeg, hogy el kell jutni mindig ide, igen. Perestroikának hívják ezt a játékot, ez ilyen odaszok csinálták. Hoppá. Hát igen, hogyha eltűnik az a sziget, akkor végünk van. Hoppá. Itt a vége. Volt egy olyan verziója, amikor így hang is volt baj, de ez a csacsacsa, és akkor ez nyomta. Hát. Ebből is el lehet lépni. Ahogy ez könnyen lehet. Látszik, ez túl nagy munka volt neki, mert szépen lefagyott. Hát akkor ezzel nem játszunk többet. Keresünk valami mást. Ja, múltkor a Mortal Kombat nem ment, de most azon most nem játszottuk, nincs hozzá kedvem. Mivel játszunk, még valami érdekes lehet. Jó, valami tezészes játék. Ráadásul magyar. Ja, nem emlékszem, ez meg volt még az első gépemen. Színválasztás, hát akkor legyen mondjuk egyes. Csak hogy működik. Ja. Hát ez nem állja, sebességet azt tartossal kell. Ilyen szad az irányítása.
Most az elettem. Ja, van volt pálya. Az van, ami ő bejárt. Jaj, ezt is ismerem. Na, ez lenne. Még a beállítást is elbassza. Még valami érdekes. A szabadcseres, de hát azzal se lehet uzamosabb ideig játszani. Ja, Pipe Dream, ez viszont egy nem rossz játék, ezt még a tévében is játszották régebben, csörület néven lehetett a tévén játszani. Ilyen hármas, igen. Lucasfilm ráadásul. Melyikkel is kell? Kezdjük előre. Valami nem stimmel. Lefagyott a DOSBox. Kezdjük újra. Na akkor figyeljünk. Mindig az a lényeg, hogy el tudja fogyni az a zöld útja, ami jön belőle. Ezt annól az MTV-n játszották, és mindig azt kellett mondani, hogy a telefonos játék volt, hogy csörület akkor váltotta a cső hossza. Bizonyos idő után még vége a játéknak, nem kell teljesen játszani. Hogyha kifolyik a folyadék, akkor viszont game over. Csak egy ott van. Ott van az a konyhán, amelyik jó. Ó, már három nézőm van. Mindjárt megnézem, hogy írtok-e valamit, csak most nem tudom, arra tenni a Total Commandert, mert kurva szar helyet, mert sem látom. De mindjárt zsákutca. Gyere, egy egyenes! Na az, jó van, még egy egyenes tudok rakni. És itt a vége. Most arra tenni a Total Commandert, hogy lássam, hogy írtok-e valamit. Hát de most is nézik hárman, miért lenne fölösleges, meg amúgy elmenti, úgyhogy később is meg lehet nézni. Egyszerűbb így gameplay csinálni, mint videókat vágni. Utána, mert szalabb úgy, akkor elkezdett fölvenni, a DOSBox-ok a fölvenni nagyon szal. Mindig elbassza az FPS-től kezdve mindent. Így egyszerűbb ezzel az OBS-sel csinálni, az OBS-sel broadcastinggel csinálni. Jaj. Kapok olyat? Kapok, igen, akkor mehetünk tovább. Oké. Okay. Ez az, mindjárt kifolyok mindjárt. Mert gyorsabb van! Igen. El lett baszva. Thank you.
megint ráadásul azonnal megy fel a YouTube-ra, és aztán, hogyha végeztem, akkor fél oldalán belül már nézhető stream van, csak rá kell bökni, hogy a videó vagy nézhető legyen. Vagyis publikus videó. Úgyhogy egyszerűbb így csinálni, mint szadakodni a DOSBox-szal. Hát mi milyen videókat szoktam? Mert csináltam most Imperium Galaktikásat is, csak azt még nem raktam fel, majd előtte van, is ilyen az ideje. Meg hát tegyél lájkot, és egyébként tervezek majd tutoriálokat is csinálni, hogy ilyen videóvágás, vagy képszerkesztetésből, ilyen Photoshop lights, vagy ilyesmi. Meg akarok OBS-eket is, meg csináltam már egyszer ilyen Commodore 64-es játékvideót is, azt egy kicsit nehezebb, mert ilyen, hogy egyszer a kamera is ott vagy, meg fel is tudjam venni. De lesz még abból is biztos. Az kicsit körülményesebb fölvenni, hogy a... Mert hogy a kamerát csak a tévére tudom ráirányítani, az úgy működött. Egyenes, és akkor most egy ilyen lefele görbülő kéne még, mert ott érez a tuti. És itt innen viszont már csak az egyenesek jók. Jó, de ott jön kéne egyenes is, oké. Most megint csak az egyenes jó. Ennyi. Most korábban beértünk. Ott van két egyenes. Szerencsém volt ezzel. Aztán saját magába se folyhat vissza. Ugye volt itt egy olyan csőellemés, amikor saját magába folyt volna vissza. Hát nem tudom, lehet-e. Nem, itt vége. Van olyan. A videózok. Hát szerintem az első videót, amit feltöltöttem, az még 2006-ban vagy 2007-ben volt, amikor hát nagyjából pár év azután, hogy a YouTube elindult, és regisztráltam saját csatornát, és akkor akkor töltöttek fel. De azok még ilyen kamerás videók voltak, meg ilyen kurva életbe! Na, szelvoztuk. Igen. Hát az még ilyen kamerával készült videók voltak. Na jó, nyomjunk még egyet. Először is, még amikor még normális kamerám sem volt, csak ilyen mobiltelefonnal, amit ilyen kellettem föl. És hát akkor még nem is adtak annyi videó, csak inkább ilyen szerinteket. A később meg van, amikor ugye... Tehát nézd meg a csatornámat, van vagy valami 800-valahány videó rajta, szerintem most is. Amúgy azt is tervezem, hogy akkor kicsit épp akarom külön választani, hogy a live videók azok külön csatornával menjenek, meg a... Az ilyen tömegközlekedés, ilyen buszos, vonatos, milyen videók szintén egy külön legyenek, csak hát ugye nem olyan egyszerű az. Még a live-os videókat a legkönnyebb elkészíteni.
meg ami a doszos játékokat, azokat főleg kérdésre csinálom, mert ugye vannak akik haveri körben, akiket érdekel, aztán ugye nem is tudják éppen akkor nézni, majd megnézik máskor. Meg csináltam ilyen poénos színözön videókat is. Így a színözönnel meg mindig lehet videózni, mert az ilyen 10 perc alatt felbassza az ember agyát. Ja, abból mindig is így valami. Na most megpróbáljuk, hogy mi történik akkor, hogyha összefolyik a csatorna. Vagy nád folyik azon a izé, lukon? Át is folyik, akkor sem fogod elérni. De átfolyik. Na, hát akkor legalább ezt is tudjuk. Erre nem emlékeztem, hogy ezt meg lehet csinálni. Igen, emlékszem egy olyan történetem ezt, amikor még a tévében ment, akkor is szerettem nézni az ilyen játékokat, amikor a tévén keresztül játszottak. És ugye ez a program volt egyébként, csak hogy az operátor nyomogatta a gombot, amikor a játékos mondta, hogy csörület. És volt egy ilyen, amikor elbaszta a játékos, mert ugye ez a nyerd is lehetett, hogyha valami nagyon jól játszottál. Így mondta, hogy csörület, és kifolyta ezért game over, akkor így bekiabált hangos, hogy a kurva életbe. És akkor még tényleg élőben ment az élőadásnak, és még nem volt idő, hogy lekeverjék. Úgyhogy ez is szépen bennem maradt az élő műsorban. Ja, mert ebben ott a Disney-nél nem mutatja, hogy az nem egy nullára, akkor nem baj, hogyha kifolyik. Akkor már a pályát megcsináltad. Úgyhogy ebben most már csak pontok érnek. Meg most már ki emlékszik már arra szerintem, már régedben se érdekelt, hogy a pontozás az hogy csinálja. De gondolom minél tovább tartott, hogy folyamatosan mondjuk, hogy kifolyna az a tutyi. Még egyet, mert telepe lehet tenni, igen. Jó, és átfejlik az alukon. Hát akkor ennyi. Ez már zsákutca. Sem fog tovább menni. Csillet. Hát meg valamikor rész a... Szaluljon ki, mert véletlen szerintem tovább vetja a csivellemeket, és hogyha... Szóval a helyzetet fogsz ki, akkor nem tudsz hova menni. Akkor meg alapból bukta. Hát hogyha egyszerűen csak az egyenes jó neked és nem kapsz, akkor beszoktad így jártál. Most nekem szerencsém volt, hogy egymás után kaptam két egyenest. Meg most is, hogy még kaptam egyet, és hát itt már vége. És most ezek a nehezítések is, hogy van, ahol nem pakolhatsz. Menjünk tovább, akkor egyenesen. Lehet egyébként úgy is játszani, hogy közben nézegeted, hogy van-e valami egyenes punkorod, mert ez például most pont jól jött ki, hogy volt benne egy punkor. Így még éppen tudsz egyet nyomni. De most már csak az jó, amelyik ott jön. Ez még jó. Ez is jó. De innen már csak az egyenes jó. Gyorsan még azt tett oda. Akkor baszódj meg. Hát na most ez itt mi?
most átmentünk Tetrisbe. Ebben ilyen is van. És már el is basztuk. Password is haha. Na mindegy. Ja, de ja, még az csak bónuszpálya volt, hát persze. Na most meg már kicsit életű csövezés van. Egyfajta jó. Az ott. Amelyik ott jön. Csak az jó. Most pedig megint csak az jó. Amelyik ott jön. És Rák utca. Hát ott is hiába vinném át. Az jó, csak amíg felfele megy. És itt is csak egyféle jó. Az. Ameddig nem érek el. Hát igen, ez szerencsén is múlik. Na jó. Lépjünk ki. Hogy felemből kilépni. Jó, szerintem akkor ez legyen. Legyen is most ennyi elég, hát három játékkal már játszottam. Akkor hát csak beírjuk, hogy játszottam a Pipe Dream-mel, meg a Sokovannal is. Jó. Akkor ez így megvan, de akkor ez most már vége. Akkor ezt most lezárom, most már sziasztok, akkor most kilépek.